szépen! Mi képviseljük itt a kisbarátok csapat. Én vagyok a kisbarát. Nyíklátházi tónapon egy emlékversenyen vagyunk, tulajdonképpen Járcsics Emil mesterszakácsnak rendeztek emlékversenyt. Polgármester úr, miért tették? Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm a tévénézőket. Valóban a 17. nyíklátházi nyárindító fesztiválunkat, a nyíklátházi tónapokat tartjuk meg. Ahogy elmondtam már többször is, hiszem és vallom azt, hogy a közösségi rendezvényeknek nagyon-nagyon fontos szerepe van, a közösen megélt élményebb, erősebbé, és azt gondolom, hogy a közös gondolkodását elősegítik a településnek. Valóban ez a mai tónap egy kicsit különleges, hiszen Nyíklátháza mindig is büszke volt híres szülöttjeire, éppen ezért szeretnénk tisztelegni Járcsics Emil tanár úr, a szakma iránti alázata, embersége és a vendéglátó és gasztronómia szakma irányába tett alázatos munkája előtt, éppen ezért a családdal összefogva megrendezzük az első Járcsics Emil emlékfőzőversenyt, amely úgy érzem, hogy megmozgatta a térségi gasztronómiai és vendéglátóipari szakma apraját és nagyját. Jelentkeztek, jöttek a volt kollégák, azok az emberek, akik tiszteletni szeretnének, ugyanúgy, mint Nyíklátháza városa, tanár úr emléke előtt. Mennyire közösségépítő egy ilyen rendezvény? Közösségépítő, hiszen közösen megélt élményekre van szükségünk. Sajnos a Covid és az energiaválság miatt meg kellett hoznunk nehéz döntéseket, de vissza kellett térnünk a tónap megrendezéséhez, hiszen a történelmünk része már a nyíklátházi tónap, amit folytatnunk kell. És hát Nyíklátháza életében most egy másik évforduló is van, várossá avatásának az évfordulóját is ünneplik, ezt éppen holnap. Mi várható a holnapi napon? Fesztivál hétvégénk nagyon fontos napja, a vasárnapi nap, amikor a városnapot tartjuk meg. Ez az a nap, amikor el tudjuk ismerni őseink munkáját és azokat az embereket, akik sokat tettek a közösségért, sokat dolgoztak önzetlenül Nyíklátházáért. Van alkalmunk újra próbadíjakat kiosztani a városi ünnepség keretei között. Polgármester úr, sok-sok évet kívánunk még akkor Nyíklátházának. Nagyon szépen köszönjük. Tehát nyíklátházi szenyor örömtánc együttesnek a vezetőjével beszélgetünk. Egy bemutatkozást hagyj kérjek. Zókóné Nagy Ildikó vagyok. Na meséljen egy kicsit, hogyan jött létre ez az együttes. Szenyor örömtánc ez a neve. Mitől szenyor és mitől öröm? Mert hogy azért vannak itt fiatalabbak is. Igen, ez tavaly 2023. szeptemberében kezdtük a lányokkal. És 50, 60, 70, sőt még 80 pluszosok is járnak. Ez egy olyan mozgásforma, ami direkt az idősebb korosztály számára lett kialakítva, ezért szenyor. Könnyített mozgások vannak benne, nincsenek hirtelen fordulatok, nincsenek ugrálások, könnyű lépések, és akkor azokból készül egy koreográfia, amit meg kell tanulnunk, és akkor utána azokat ismételjük, és minden órán tanulunk új koreográfiát, és az ismétlés is van. És attól öröm, hogy ugye, ha már zenét hallgat az ember, akkor az ad neki egy örömöt. Nagyon jó zenékre táncolunk, mindenféle. Igen, nagyon jó ritmusos, lágy zene. Igen, mindenféle stílus, ugye majd fogunk tanulni, csak ugye még én most kezdtem. Fogunk tanulni majd latin táncokat is, azt is könnyített lépésekkel.
nem úgy, mint a versenytáncosok, ugye ez nem versenytánc, nem társas tánc, ez örömtánc, és fogunk tanulni majd latin táncokat is, és standard táncokat is, sőt már keringőt azt már tanultuk. Kicsit nehezen megy a keringő, nem tudom, hogy miért, pedig az egy lassú mozgás, de azt is nagyon-nagyon szeretik. És még attól öröm, hogy közösségformáló hatása is van. Tehát ön is tagja ennek a Senior Örömtánc csoportnak. Miért jelentkezett annó? Egy bemutatkozást is közben kérek. Más név vagyok, Nikrátházán lakom, és azért jelentkeztem rá, egy véletlen folytán megkértek, hogy nem szeretnék-e menni táncolni. Nekem a hobbim a tánc, fiatal koromtól kezdve, és úgy gondoltam, hogy megnézem. És nagyon tetszett, és azóta januártól egyfolytában folyamatosan jövök, és imádom. Mit nyújt egyébként ez a tánc, ez a közösség? Nyugalmat. Ez az én szabadságom, ez a két óra hossza. Kikapcsolunk, beszélgetünk, nevetgélünk, nagyon jól érezzük magunkat. Meg egy kis mozgás is, ugye? Az is kell mindenképpen a fő a mozgás, és nem nagyon ugrálós, tehát olyan mamásnak valók. Hát én nagyon szeretem. A Fortuna Tánc és Divat Stúdió látható majd itt a színpadon. Utána egy megnyitó, egy főzőverseny, eredményhirdetés, Miskolc és a környék legmagasabb rangú gasztronómiai szakembereivel. Utána pedig megyünk tovább Raullal, Kolányi Zsuzsival, Denizzel és a Neoton Familia sztárja is érkeznek hozzánk. Ezen kívül egész napos programok a gyerekeknek, élő csocsótól a dartsfocin ugrálóvárakon, játszóházon keresztül, népi játékokkal ismerkedhetünk, dodgemet, libegőt és a gyermekkörhintát is kipróbálhatjuk. Köszöntünk mindenkit a 17. alkalomból, a Nyíklátházi Tónap és Városnap alkalmából. Idén először került megrendezésre, és reméljük, hogy hagyományteremtő szándékkal az első Jácsics Emil emlékfőzőverseny,
amit tényleg nagyon-nagyon köszönünk a szervezőknek, az ötletgazdáknak és mindenkinek, aki adózik a tiszteletének. Én szeretném köszönteni azokat a vendégeket, akik itt vannak velünk, a szakma képviselőit, és szeretném színpadra szólítani a megnyitóra, illetve a zsűri tagjait az eredmények kihirdetésére, a díjátadásra. Először szólítanám Tóth Balázs polgármester urat, egy nagy tapsot szeretnék kérni ide a színpadra, és utána zsűri tagokat, a szakma képviselőit is kérem színpadra. A mai napon a zsűri elnöke volt Fórián Lajos, olimpiai, világbajnoki, érmes, Venezt József díja kitüntetett mesterszakács. Nagyon nagy tisztelettel köszöntjük itt Nyíklátházán. Szintén a zsűri tagja Kandik Ferenc, a gasztronómia követe, Venezt díja kitüntetett mesterszakács. Nagyon nagy tisztelettel köszöntjük. Szintén a zsűri tagjai között Körösi Kálmán, a gasztronómia követe, Venezt díja kitüntetett mesterszakács. Tisztelettel köszöntjük szintén. A zsűri tagjai között Manzák Béla, vendéglátó szakoktató, a magyar gasztronómiáért érdemrend kitüntetettje. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük itt Nyíklátházán. És szintén a zsűri tagja Szaniszló Bertalan, a verseny névadójának tanítványa. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük. És én szeretném színpadra szólítani a gasztroesemény névadójának lányát, Járcsics Rékát. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk ebben a körben. Én úgy gondolom, hogy ez Magyarországon egy nagyon különleges pillanat, nem csak itt a környéken és Nyíklátházán, hiszen Miskolc és környéke legrangosabb, legnagyobb díjjal rendelkező gasztronómiai szakemberei, akik itt állnak. Úgyhogy egy hatalmas tapsot kérek, mert ilyet szerintem nem láttunk, és nem is biztos, hogy fogunk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük és tiszteletünk. És mielőtt a főzőversenyről beszélnénk, én megkérem a polgármester urat, legyen kedves a mai napot megnyitni pár szóban. Igaz, hogy már egy picit a közepén vagyunk, de természetesen a tónap és a városnap nem maradhat el polgármesteri köszöntő nélkül. Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket. Nyíklátháza nyárindító nagy rendezvényén a 17. alkalommal megtartott nyíklátházi tónapon. Engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem Nyíklátháza városának, testvérvárosának, Sanov városának delegációját. Tisztelettel köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, és együtt ünneplik Nyíklátháza legjelesebb napjait. Tisztelettel köszöntöm a szakértő zsűrit, tisztelettel köszöntöm a séfurakat, tisztelettel köszöntöm a főzőverseny résztvevőit egy végig izzadott délelőtt után az eredményhirdetésen. Nagyon fontos dolognak tartom azt, hogy a közösen megélt élmények száma minél több legyen egy település életébe, hiszen nehézségek idején ez segíti a közös gondolkodást, az együtt gondolkodást. Örülünk nagyon annak, hogy immáron 17. alkalommal tarthatjuk meg hagyományossá váló rendezvényünket. De ez a mai tónap egy kicsit más, hiszen Nyíklátháza város önkormányzata mindig is tisztelte híres szülöttjeit. Nagyon szerette volna az önkormányzat, hogyha Járcsics Emil szakmai munkássága, ember szeretete, a magyar gasztronómiáért és vendéglátásért tett önzetlen munkáját valahogy meghálálhatnánk, valahogy emléket állíthatnánk ezen önzetlen munka elé. Éppen ezért nagyon szeretném megköszönni a szervezőknek, és tisztelettel köszöntöm, és köszönöm a családnak az együttműködését, és nagyon bízok benne, hogy hagyományőrző rendezvénnyel tudjuk megtartani immáron jövő évben is a Járcsics Emil főzőversenyt.
azt gondolom, hogy nincs más szerepem, mint hogy jó szórakozást kívánjak önöknek, találják meg kicsik és nagyok a számukra legjobb időtöltést, Isten éltesse önöket, Isten éltesse Nyíklátházát, jó szórakozást kívánok! És akkor ennek megfelelően jönnek a külön díjak, azzal fogjuk kezdeni. Én Manzák Bélát megkérem, hogy ő is segítkezzen a külön díj átadásában. A Berzevici Gergely Technikum képviseletében az első külön díjat a Miskolci Szakképzési Centrum ajánlotta föl, Sándor Zsolt borválogatása, amit kap a csapat. Ők pedig a nyéki csülkös babgulyást készítették, és a Gyütmentek csapata. Gratulálunk! Köszönjük mi is a részvételt, és gratulálunk a külön díjhoz. A következő külön díjat a Berzevici Ifjúságért Oktatási Alapítvány ajánlotta föl, egy nagyértékű vásárlási utalvány, akik kapják a Pokolszigeti babgulyás készítői, a Sündisznók csapata. Gratulálunk! Köszönjük szépen a díjak átadását és átvételét, megyünk tovább a külön díjakkal. A család felajánlása következik, Jercsics Réka adja át az ajándékcsomagot. Pásztorgulyást készített a csapat, ők pedig a bográcsozó pásztorok. Gratulálunk, és az oklevél is jár. Természetesen a külön díjakhoz. A zsűri külön díja emlékplakett, ami átadásra kerül. Fúrján Lajos a zsűri elnöke, aki átadja ezt az emlékplakettet. Ez az első alkalom és egyedi emlékplakett, ami átadásra kerül. A mai nap, a mai főzőverseny emlékére, és akik kapják lencsegulyás ételével a Berzenkedők csapata. Szeretettel gratulálunk. És azt kívánjuk, hogy Jercsics Emil emlékére méltó helyre kerüljön a Berzevici Gergely Technikumban ez az emlékplakett. Még egy nagy tapsot szeretnék kérni. A következő külön díjak átadására Tóth Balázs polgármester urat fogom majd felkérni. Az első díj az a polgármesteri külön díj lesz, ami átadásra kerül. Akik kapják, palóclevest készítettek, és a Patent Petik csapata. Ők kapják tehát polgármesteri külön díjat. Gratulálunk! Megkérem polgármester urat, hogy átadja a következő díjat, hiszen sajnos elfoglaltság miatt a mai napon Tálai András nem tud velünk itt lenni, de azt a díjat, amivel ő szeretne hozzájárulni a megemlékezéshez, eljuttatta, és át tudjuk adni külön díjként egy főző csapatnak, akik kapják szegedi gulyásleves házi csipetkével, ez készült a Búzavirág Nyugdíjas Klub által. Gratulálunk, és köszönjük a csapatnak! Ezennel a külön díjak végére értünk, jönnek a dobogós helyezések. Harmadik, második és első hely, amit kihirdettünk, szintén oklevél, ajándékcsomag, és itt már egy serleg is fog járni a díjazottakhoz. Én megkérem polgármester urat és a zsűri elnökét, hogy adják át majd ezeket a díjakat. A harmadik helyezett csapat képviselőjét fogom szólítani. Babgulyás, ahogy Gundel gondolta, az étel neve, és a Remix Beton Kft. Készítette
az első Jercsics Emil emlékfőzőverseny dobogójának harmadik fokán a Remix Beton Kft. Szeretettel gratulálunk és köszönjük a részvételt! A második helyezett Tejfölös Lencse Gulyás a la Berze étel, a Berzenkedők csapata a dobogó második fokán. Gratulálunk! És elérkeztünk az első helyhez, a bajnok csapat. Az első Jercsics Emil emlékfőzőverseny győztese Pásztor Gulyás ételt készített. A bográcsozó pásztorok csapata lett. Szeretettel és tiszta szívvel gratulálunk. Egy nagy tapsot szeretnék kérni még egyszer az első helyezettnek és minden csapatnak, mind a 14 csapatnak. És a színpadon volt már egy főzőverseny, díját adunk, eredményhirdetésünk is, innentől kezdve már csak a zenéje lesz a főszerep egész estig, úgyhogy ebbe kérünk mindenkit, hogy partner legyen. Azok az úriemberek, akik itt állnak mellettem, és aki érkezni fog hozzánk, hát minden igaz, ő biztos, hogy most először van itt Nyéklátházán, nem volt még, a többieket nem tudom, ők se voltak, úgyhogy én szeretném, hogyha egy nagy tapssal fogadnánk őket, megmutatjuk, hogy milyen a nyéklátházi virtus, és várunk mindenkit lentről is ide a fenti részhez, hiszen van Raúl, vannak Raulék, de itt most Raúl a kis élő felállással jön, úgyhogy csapjunk is bele, jó szórakozást mindenkinek! Látom benned vagy a bugiban, gyere baby, rád nem a fuli van. Mindig keresed az igazit, nyíklátházza fel a kezeket! La 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 ey, la 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 ey, la 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 ey. Ott látom is, nagyon köszönöm! Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy azt a hölgyet szeretettel fogadjuk, aki szintén maga a szeretet, az öröm és a boldogság, a színpadon Kolányi Zsuzsi! Köszöntöm Önöket innen a Box utcából, egy nagyon izgalmas versenynek nézünk ma elébe, hiszen, ahogyan láthatják, a pálya ma is megtelt. Itt vannak a rajongók, szinte tapintható a feszültség. Akkor, amikor érkeznek a versenyzők, hogy elfoglalják jól megérdemelt rajtpozícióikat, nézzük, hogy kik állnak ott a rajtrácson. Elsőként érkezik Lukács Andi és Laci, Patyi, Sanyi és Hitli Dávid. Nézzék, milyen milliméter pontosan, milyen precízen foglalják el a nekik jelölt rajthelyet. Aztán ott van valaki, aki gyűjti a jó pontokat, folyamatosan szerzi az értékesebbnél értékesebb pontokat a bajnokságban. Ez nem más, mint Végvári Ádám! És hiányzik még valaki, a pole pozícióból, aki nem csak a kvalifikációt nyerte meg, hanem évek óta letaszíthatatlan és megelőzhetetlen. Az első rajtkockában az, aki folyamatosan 220 felett tartja a tempót, Csepregi Éva! Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert kezdődik a verseny! Thank you.
Csepregi Éva művésznőt, énekesnőt nem kell bemutatni a nagy közönségnek, nyíklátházi lakosok. Egy kis visszatekintést, hogyha kaphatnánk, mégpedig arról, hogy tudom, hogy nagyon korán kezdte a zenei pályafutását, zenei tanulmányait, a Magyar Rádió gyermekkórusába is énekelt, és akkor innen folytassa. Hát igen, ez nagyon hosszú történet, úgyhogy valahogy a zene az mindig körülvett, ugye így vagy úgy, tehát amikor zongorázni tanultam, hegedülni tanultam, zeneiskolába jártam. Tehát melyik volt a kedvenc hangszer? Hát inkább a zongora. Sajnos a hegedű tanárommal nem voltam valami nagyon jóba. Attól a hegedű még lehetett volna jó. Igen, igen, szigorú volt nagyon. Sajnálom is egyébként, hogy azért ezek abban maradtak. És hát maradt az éneklés, ami elég gyorsan kezdett úgy körülvenni. Ugye aztán jött az iskolából a Ki mit tud 72-ben, és akkor ilyen sokféle úton, módon jelentkeztünk, mert akkor összejött ugye a trió, a sztereó együttessel is, és akkor így bekerültem ebbe a körforgásba. És innen már nem volt kiút, ugye? Hát innen már nem volt, mert mindig arra tolt az élet, hogy ez legyen. Neuton Familia mikor jött robbant be az életébe? Hát ugye 72-ben volt a Ki mit tud, és 74-ben már a Neutonban voltunk, ugye mi hárman lányok, és hát ez már, ugye ez egy nagyon rövid időszak volt, ami a Neoton nélkül történt, úgyhogy 74-ben, 75-ben már kint voltunk Olaszországban, egy olasz énekesnőt kísértünk, úgyhogy a Neoton, ugye mi hárman, akkor volt egy Vári Ikrek nevű formáció, akik ilyen vendéglátós énekesnők voltak, és a Katona Klári, ezzel a csapattal mentünk ki Olaszországba 2,5 hónapra. De hát a fő vagy a lényeg az volt, hogy ezt az olasz énekesnőt kísérjük, akkor még nem nagyon voltak saját dalaink. Olvastam valahol, hogy a szeuli olimpián is énekelt, ugye? Igen, de hát az nagyon-nagyon sokkal később volt, mert ugye már akkor a Neoton már nagyon híres volt, akkor már ugye 80-ban indultunk mi, illetve hát 79-ben készült el az a nagyon sikeres lemez, amin a Santa Maria hegyi rabló szombateste táncol, meg ezek voltak, és akkor azzal tulajdonképpen berobbantunk ugye Spanyolországba, aztán 80 karácsonyán már Japánban voltunk, és onnantól kezdve 10 évig volt jelen a Neoton Familia Japánban, és aztán Koreában, mert ugye a japánok adták el a Neotont Koreába is, 86-ban voltunk először Koreában, 86-ban találkoztunk a Mándoki Lacival, ott a Szeuli Dalfesztiválon, és az ő ötlete volt, hogy csináljunk egy közös dalt az olimpiára, és akkor ott nagyon örültek a japánok is, koreaiak is, és akkor elkészült a Korea című dal 87-re, mert 87-ben volt az év megnyitója az olimpiának, és akkor mi már kint voltunk még egyszer, ugye, mert a Lacival, mert akkor ott az év megnyitón el kellett énekelni a dalt. És akkor 88-ban volt ugye az olimpia, és akkor is kint voltunk. Ön egyébként hogyan látja, miben látja a Neoton ilyen fantasztikus sikerét, hiszen évtizedeken át? Hát az a szép az egészben, hogy nagyon sok mindenen múlik egy ilyen siker. Ugye éppen akkor, amikor ugye Hungaroton szervezte ezt a Miden Fesztivált, ahol felfigyeltek ránk, ugye az egész magyar szakmát kivitte a Hungaroton, hogy megmutassa a nyugatnak, és hát ott onnan való a japán, meg a spanyol érdeklődés, és hát az volt az a pillanat, amikor a Neoton váltott, tehát egy olyan zenét kezdett el játszani, ami akkor is ott divatos volt. Aztán az, hogy... Tehát, hogy mindig igazodtak a körülményekhez? Igazából ezt még akkor nem tudtuk, mert ugye azt előre nem lehetett tudni, hogy ez most mennyire lesz sikeres. Minden esetre akkor lett egy új hangmérnökünk, akkor váltottunk úgy egy olyan fajta stílusra, ami egy nagyon ütős popzenei stílus volt. Ugye tényleg a diszkóhoz közelített inkább, de mondjuk mi mindig a magyar közönségre szabtuk a dalokat. A
Santa Maria is onnan jött, hogy a pásztorék kint voltak nyaralni, és látták a Santa Mariát, a mását, hogy úgy mondjam, Barcelonában, akkor még ott volt. És ugye ezek a mesés mondani valók, a történelem, az irodalom, ami mindig izgatta ugye a zenekart, a szövegírókat és a zeneszerzőket, ez egy olyan különlegessé tette a Neoton Familiát. És hát az, hogy ez a stílus, amit mi játszottunk, ez még egy olyan ilyen hogy úgy mondjam, crossover stílus volt, ami átsegítette a Neotont arra, hogy egy külföldi siker is ugye lehetőség legyen. Úgyhogy én azt hiszem, hogy éppen ez, sokszor gondolkodtam, és beszéltünk is róla így újságírókkal, hogy tulajdonképpen, hogy miért lett a Neoton sikeres mondjuk Távol-Keleten, meg minden. Mert ugye a popzenének, a rockzenének az egyik nagyon fontos része a mondani való. Na most ebben a stílusban, amit a Neoton játszott, ugye a Santa Maria is, ott egy picit kevésbé olyan fontos ez az eszmei mondani való, ami eljut az emberekhez. Inkább a dallam? Inkább a dallam, a bemondások, ugye, we don't care if we discover America, például. Úgyhogy ezt valahogy úgy ösztönösen átlépte a zenekar, és ezzel tudott sikert aratni, mert ugye az őszinte kőkemény rock az ilyen nagyon lázadás, az a nagyon helyi problémákkal foglalkozó rockzene, az egy kicsit mindig bent ragad a helyén, hogy úgy mondja, mert ő nekik szól, ezeknek az embereknek, de ez Amerikában is így van, vagy az angol szász területeken. Éva mindjárt fellép itt a Nyéklátházi tónapokon, úgyhogy engedem is útjára már csak egyetlen kérdés, hogy ez év január 6-án volt, ugye? Teltházas koncert. Igen. Milyen érzés ez egy énekesnek? Nagyon nagy álmom volt, hogy ezt a ilyen szóló koncertet megcsinálhassam, és örülök is, hogy most lett ennek így keletje. Egyébként megy is tovább a dolog, mert most január 18-án lesz az Erkel Színházban egy Korszakok nevű koncertem. Az megint egy kicsit más oldalról közelíti meg a dolgot. Tudnék, olyan gazdag ez az egész a Neoton, az én szólólemezeimnek a összessége, hogy az ember csak gondol egyet, és akkor rögtön jön egy másik ötlet, hogy úgy mondjam, és hát nagyon jó volt ott lenni. A Dávid, a fiam azt mondta, hogy hát rengeteget segített ebben az egész megvalósulásban, hogy anya, élvezd át minden egyes pillanatát a koncertnek. És akkor ezzel úgy el is tűnt az izgalmam, és így is lett. Reméljük, hogy így lesz majd akkor január, a következő januárban is. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és további sok-sok sikert kívánunk. Nagyon szépen köszönöm, és üdvözlet mindenkinek!